Szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. A festői, ausztriai Murauból jelentkezem még mindig, Isten segít, akkor holnap után, azaz csütörtökön fogunk visszamenni Budapestre. Ma még, ma kedv van, ugye? Azt mondom, igen, kedv van, és elvesztettem az időérzékemet, szóval csütörtökön fogunk visszamenni Budapestre, még ma este és holnap este is. Innen Ausztriából jelentkezem be, ahol családom, családi körben sielek, pontosan én nem sielek, én csak mitfárerkedek, vagy még az se. Ma egész nap például dolgoztam, viszonylagos nyugalomban, úgyhogy tök jó volt, de a család élvezi a sielést. Jó estét kívánok, kedves Anna Máriának, szeretettel köszöntöm Zsoltit, jó estét kívánok Csabának, Wagner Tamás barátomnak, Tímeának, szeretettel köszöntöm Józsefet, Patriciát, Ödönt, remélem, hogy mindenki jól van, mert több mint 120-an vagyunk, úgyhogy érdemes lesz lassan belekezdeni. És találtam egy olyan helyiséget, ahol viszonylag kényelmesen tudok ülni, és talán engem is lehet látni. Az igaz, hogy a fényviszonyok nem a legoptimálisabbak, de tekintsétek el nekem, hát szóval a stúdió körülményeket nem tudtam most itt prezentálni. Én már annak is örülök, ha nem fog megszakadni az adás. Kérdésekre még ma sem volt időm felkészülni, kicsit hektikus volt a nap. Talán Isten segítségével holnap fogok tudni, át tudom nézni a leveles ládát, és megnézni a kérdéseket, és akkor tudok rájuk válaszolni. Ugye nagy nap volt, a tegnap elkezdtük az Alte Rebbe, az első Lubavitch Rebbe Tánya című könyvének. Próbálom úgy mutatni, hogy nem béna vagyok, hogy ezt sosem sikerül megjegyeznem, hogyha balra tolom, akkor jobbra mutatja. Szóval, hogy az Alte Rebbe Tánya című könyvének a tanulmányozását, ugye ez egy haszid alapmű, a haszidizmus bibliájaként is szokták említeni. Tegnap beszéltünk a borítólapról, ugye a belső borítólapról, és mindjárt felidézem, hogy mikről volt szó. Ma pedig, amit át fogunk tekinteni, az ez a két ajánlás, ami született a könyvhöz, és egy kicsit a könyvnek még a hátteréről. Aztán Isten segít, holnap belekezdünk a könyvbe, pontosabban a szerző előszavába, azzal is el fogunk bíbelődni egy-két napot, a szerzőnek az előszavával, mert már az is fontos dolgokat fog tartalmazni, vagy egy kis bemelegítő azzal kapcsolatban azokkal a bonyolult, nehéz, de ugyanakkor rendkívül logikus koncepciókkal kapcsolatban, amelyekről a közepesek könyve ír. Ugye csak emlékeztetőül azzal kapcsolatban, amiről tegnap volt szó, ugye a közepesek könyve, a Tánya a közepesek könyve, a Schneur Zalman rabbinak a tanítása. Schneur Zalman rabbi volt az első Lubavitchi Rebbe, az 1700-as évek közepén született, az 1800-as évek elején halt meg. Második generációja volt a haszid tanító mestereknek, második generáció volt a Baal Shem Tov óta, a Baal Shem Tov a haszidizmus alapítója, és a Baal Shem Tovnak leghíresebb tanítványa a Mezericsi Magid, a Mezericsi Magidnak pedig a legfiatalabb tanítványa volt az Alte Rebbe Schneur Zalman rabbi Liadi városából. Most tegnap ugye arról beszéltünk, amit itt a belső borítón említ az Alte Rebbe, említ a könyvnek a szerzője, jelesül az alapvetően két fontos gondolat, az egyik, hogy ezt a könyvet a szerző úgy hívja Likutei Amarim, azaz válogatott beszédek, vagy válogatott mondások, válogatott beszédek, és a szerző rögtön nyomban ki is artikulálja, és ki is fejezi azt, hogy ebben a könyvben nem lesz semmi olyan gondolat, amely ne valamelyik korábbi bölcstől, valamelyik korábbi forrásból származna, nem lesz semmi, ha úgy tetszik, eredeti gondolat, ez persze valamennyire szerénység, de van a Tánya eredetileg és eufemizmus, hiszen a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy amiket ő mond ebben a könyvben, azok alapvetően már meglévő igazságok, olyasmok, amelyeket korábbi mesterek, korábbi rabbik már máshol mondtak. Ezért hívja a könyvet Likutei Amarimnak. A Tánya egyébként a könyvnek az első szava lesz majd, ez egy arameus szó, azt jelenti tanultuk, és nagyon gyakran használt kifejezés a Talmudban. A másik dolog, amiről szól, vagy a könyv alaptémáját pedig is erre hívja fel a figyelmet a Lubavitch Rebbe, az Alte Rebbe, a könyv alaptémáját egy tórai vers
adja Mózes 5. könyve 30. fejezet 14-es vers, ami azt mondja, ki karave lechá davar meod be fichau bil vavcha lászotó, mert közel vannak hozzád ezek az igék, meg közel van hozzád az az ige, amelyet ugye a Tóráról beszél itt Mózes, mert közel van hozzád ebbe fichau bil vavcha, a szádban és a szívedben lászotó, hogy megcselekedjed azt. Magyarul Mózes felhívja ugye a figyelmünket. Valójában Isten törvényei, valójában a Tóra törvényei, azok zsigerileg, genetikailag kell, hogy az emberből jönnek, nem? Ezek ne gondolt, hogy ezek tőled messze álló dolgok, ezek illogikus dolgok, ezek számodra nehéz dolgok legyenek, vagy lennének. És az általában zavarja ez a tórai vers. Ugye ez egy problémára hívja fel a figyelmet, és a probléma az az, hogy hogy mondhat a Tóra olyat, hogy ki karove lechá davar meod, hogy közel van ez a dolog hozzád, hogy közel van a Tóra hozzánk, amikor tudjuk, hogy az ember nem is, az ember számára a Tóra törvények megtartása, az sokszor irreális, vagy sokszor emberfeletti megpróbáltatásokat jelent, és nem is feltétlenül arról van szó, hogy az ember ezeket minden esetben nagyon logikusnak és hozzá közelállónak érzi. Nem, sokszor nagyon távolállónak érezzük magunkat ezekhez. Márpedig az nem lehet, hogy a Tóra, amit ír, az nem igaz. Az nem lehet, hogy amit a Tóra ír, az nem igaz. Ezért valamilyen megoldás kell legyen arra, és erről fog beszélni az általában, erről fog beszélni a Tánya című könyvben, hogy mégis hogy van az, hogy az ember számára a Tóra igéje, isteni parancsolatok, a micvák, ezek zsigerileg szívből jövők. És azt is mondja az általában, mindezt meg fogom nektek magyarázni, bederech, mindezt meg fogom nektek magyarázni, be derech aruha ukcara, be ezrata semit barach, meg fogom nektek magyarázni mindezt, be derech aruha ukcara, hosszú és rövid úton. Ugye, és tegnap erről beszéltünk, mit jelent az, hogy hosszú és rövid út, ugye, és felidéztem egy talmudi történetet, talmudi történet szerint az egyik talmudi mester megy, el akar jutni egy városba, és nem tudja, hogy hogyan kell oda eljutni, és megkérdez egy szegény legényt, egy fiatal ember, hogyan kell eljutni a városba, és megkérdezi a fiatal ember, hogy mit szeretnél, mit mondjak, a hosszú és rövid utat, vagy a rövid és hosszú utat. És akkor azt mondja az ember, mutasd nekem a rövid és hosszú utat. És akkor megmutatja neki az utat, ugye, és az a rabbi elindul ezen a rövid úton, és valójában tényleg már nagyon közel, rögtön pár perc múlva meg is látja a várost, de azt is látja, hogy egy hatalmas fal van előtte, egy kert, ami nem lehet átjutni, egy gyümölcsös, ami nem lehet átjutni csak úgy egyszerűen, és akkor rájön arra, hogy a rövid út az sokszor hosszabb, sokszor ezek a rövid megoldások, ezek sokszor nem vezetnek eredményre, vagy nagyon rövid távú eredményre vezetnek, és rájön arra, hogy valójában a hosszú rövid utat kellett volna választani, a fáradtságos munkával megszerzett tudás, a fáradtságos munkával megszerzett vagyon, a fáradtságos munkával megszerzett tisztelet, a fáradtságos munkával megszerzett hírnév, és minden egyéb dolog, amit az ember fáradtságos munkával szerez, és komoly energia befektetéssel, az maradandó, az valós, az nem fog elmúlni. Gondolom mindannyian érzitek ezt a mit jelent az, hogy hosszú és rövid, szemben a rövid és hosszúval. A hosszú és rövid mindig kifizetődőbb kijárni az egyetemet, és van az embernek egy rendes diplomája, mint hogyha vesz egy diplomát a fekete piacon, ugye, és azzal próbál érvényesülni. Mindig sokkal kifizetődőbb a becsületes, derék út, az sokkal kifizetődőbb, fáradtságosabb, de kifizetődőbb. Ez a dolog lényege. Fáradtságosabb a becsületes út, de kifizetődőbb. Ez a dolog lényege. Ez a derech aruha ukcara, a hosszú és rövid út, és azt mondja az általában, én is ilyen módon fogom nektek elmagyarázni ezt a problémát, vagy fogok választ adni erre a problémára. Arra a problémára tehát, hogy hogy mondhatja a Tóra azt, hogy közel van hozzám ez a dolog, hogy a Tóra törvényei azok szembennek zsigerileg bele vannak plántálva, hogy mondhatja ezt a Tóra, hogyha mégsem érezzük ilyennek. Ezt el fogom magyarázni nektek hosszú, de rövid úton, azaz, relatíve hosszan, viszont ez a tudás, ez logikus lesz, és maradandó, és képes leszel felfogni ezt. Oké, most egy kicsit ilyen technikai rész következik. Azt el kell mondani, mindenképpen mielőtt belekezdek a konkrét szövegbe a két rabbinak
a Yehuda Leib rabbinak és az Anipoli Meshulam Zusil rabbinak az ajánlásába, vagy ajánlásnak a felolvasásába két praktikus dolgot el kell mondjak. Amikor az Alterebe megírta a Tánya című könyvet, az első verziók azok nem kerültek még nyomtatásra, könyvnyomtatásra. Most beszélünk az 1700-as évek legvégéről, 1790-es évek legvégéről. A könyvnyomtatás azért az már bőven létezett, már egy jó pár száz éve, de még mindig nagyon költséges volt, stb. És ezek a könyvek, ezek másolt, kézzel másolt röpiratok, vagy röpiratok formájában, ilyen füzetek formájában, úgyis fogalmazza ebbe, hogy füzetek, kuntresz, ilyen füzetek formájában jelentek meg, és sajnos nagyon sokszor, ahogy ez a kézzel másolásoknál történik, hiba kerül a másolatokba. Hiba került a másolatokba nagyon gyakran, és vannak, és bizonyos esetekben ezek a hibák, ezek szándékosak voltak. Voltak rossz akarói ugyanis az Alter Rebbének, akik szerették volna, hogyha a szavait kifordítják, a szavait megerőszakolják, és olyan dolgokat adnak a szájába, ami ellentmondásos, és ezért sokszor bizony voltak rossz indulatú emberek, manapság akkor is voltak, már nem csak ma, ez nem egy új keletű jelenség, és szándékosan hibákat ejtettek a szövegbe. Tehát a szövegbe, a kézzel másolt szövegekbe gyakran kerültek hibák egyrészt szándékosan, egyrészt pedig véletlenül, és az Alter Rebbe szerette, vagy pontosabban arra sarkalták a haszidok, a követői az Alter Rebbét, Schneur Zalman rabbit, hogy nyomtattassa ki, hogy jelenje meg a könyv nyomtatott formában is, akkor ha már megjelenik nyomtatott formában, akkor onnantól kezdve már nincs mód arra, hogy ezeket hamisítsák, vagy hogy átírják, és félre, tehát hogy hibát ejtsenek benne. De mielőtt az Alter Rebbe erre adta volna a fejét, hogy engedélyt adott volna a nyomtatásra, mindenképpen ki akarta kérni két a nemzedék két fontos mesterének, két fontos rabbiának a véleményét. Az egyik ez a bizonyos Yehuda Leib HaKohen rabbi volt, a másik pedig az Anipoli városában élő Meshulam Zusil rabbi. És ezeknek a véleményét mindenképpen ki akarta kérni, és a rabbik elolvasták ezt a könyvet, és mind a kettő oda volt meg vissza a gyönyörűségtől ennek a könyvnek a minőséget illetően, és természetesen megadták az ajánlást. Most és azért annak érdekében pedig, hogy a könyvnyomtatás, vagy a nyomda, aki vállalta a könyv kiadásának a költségeit, még egyszer abban az időben gondolhatjátok, a könyvnyomtatás az rendkívül bonyolult volt, a betűket szedni kellett, ugye kézzel kellett a betűket szedni, ugye ezek egy könyvnek a kinyomtatása az rendkívüli költségekkel, ez nagy befektetés volt, mert meg kellett fizetni a betűszedőt, aki a betűket szedi, és akkor készülnek azok a lenyomók, azok a nem vagyok nyomdász, nem nagyon értek ez, hogy hívják ezeket a fém lenyomó formákat, amiket aztán a papírra nyomtattak, és amikre a papírra használták. Szóval egy könyvnek az előkészítése az költséges volt, és annak érdekében, hogy a nyomda vállalja ezt a költséget, annak érdekében hoztak egy olyan rendeletet, az Alter Rebbe és a két nagy rabbi, a Yehuda Leib HaKohen rabbi és az Anipoli Meshulam Zusil rabbi hoztak olyan rendeletet, hogy 5 évig, ezt a 5 évig kizárólagos joga van ennek a nyomdának a könyv terjesztésére. 5 évig senki nem másolhatja, vagy más nyomda nem kapott engedélyt ennek a könyvnek a kinyomtatására. Így igyekeztek a nyomdát kárpótolni a költségekért, és így igyekeztek elejét venni a hamis és téves szövegeknek, amelyek keringtek a fekete piacon. Oké, azt mondja, az első ajánlás az Anipoli Meshulam Zusil rabbinak az ajánlása, aki a következőt írja. Most felolvasom a szövegnek a magyar nyelvű fordítását, amit én magam írtam, és akkor ugyanúgy, ahogy korábban a Hájomjom című könyvnél, én elvégeztem a fordítást írásban, és az egész könyvet Isten segít, az egész Tánya című könyvet Isten segítségével szépen le fogom fordítani magyarra, és akkor, amikor majd egyszer befejezzük ezt a tanulási ciklust, akkor majd meg lesz az egész könyvnek a magyar fordítása, lábjegyzetekkel, magyarázatokkal. Oké. Az Anipoli Meshulam Zusil rabbi ajánlása. Láttam ennek a rabbinak és ennek a tudós zseninek az írásait, ennek az istenfélő, szent és tiszta embernek, ennek a fénylő világosságnak, aki minden témát éles fókuszba helyez. Ugye itt a Schneur Zalman rabbit dicséri a Meshulam Zusil rabbi.
Ő a saját tehetségével kiválóan végezte a dolgát, sőt, Isten csodás jóságában további erőt helyezett tiszta szívébe, hogy mindezt megtegye, azaz megírja a tánnyát, hogy megmutassa Isten népének az ő szent útjait. Itt most ugye a nyelvezet az egy ilyen réges nyelvezet, a fordításban is igyekeztem visszaadni ezt a réges nyelvezetet. Ez egyébként majd igaz lesz az egész az tanulásra, az egész könyvnek a nyelvezetére, ami egy kicsit régies nyelvezet, hogy a fordításban is ez valahogy visszaköszön. Az Alterebe szándéka az volt, hogy ezeket az írásokat ne adja ki, mert ez nem szokása, de mivel a munka a röpiratként egész zsidó nép körében elterjedt, számos példányban, különféle másolók által, és sok és különböző másolás következtében a másolók hibái rendkívül megszaporodtak, kénytelen volt nyomdába adni ezt a munkát. Isten felébresztette a két partner, a kiváló és kiemelkedő tudós, Reb Sachna Shalom és Reb Noach fia, és a kiváló és kiemelkedő tudós, Reb Mordechai, Reb Shmuel HaLevi fia szellemét, hogy vigyék ezeket a röpiratokat a szlavitai nyomdába. A szlavitában nyomták az első tányát, és ez a két említett úriember, az a Reb Sachna Shalom és a Reb Mordechai ben Shmuel, ők voltak azok, akik a költségeket vállalták. Gratulálok nekik ehhez a ez a jó cselekedethez. Aggódtak azonban a nyomdák növekvő száma miatt, amelyek akkreditált nyomdáknak kárt és zavart szoktak okozni. Erre való tekintettel elhatároztuk, hogy ezt a jóváhagyást úgy adjuk meg, mármint a kiadáshoz, a nyomtatáshoz való jóváhagyást, úgy adjuk meg, hogy senki ne emelje fel kezét és se a kezét és a lábát, ez egy bibliai idézetre való utalás, senki ne emelje fel a kezét se a lábát, hogy kárt okozzon, Isten ments a fent említett nyomdáknak azzal, hogy bármilyen módon belenyúl kizárólagosságuk jogába. Így hát az alábbi dátumtól számított 5 teljes évig tilos bárkinek az említett nyomdászok tudta nélkül újra nyomni ezt a könyvet. Legyen áldott jó valaki megfogadja a szavaimat, ezek annak a szavai, aki ezt a Tóra dicsőségére követeli, a mai napon, ki távú heti szakasz kedjén, a napon, amelyen a teremtő kétszer is látta, hogy ez jó, a 6. évezred 556. esztendejében aláírás a jelentéktelen Amipolim Sulam Zuszul. Egy nagyon szerény emberről van szó, aki az aláírásán is azt mondta, a jelentéktelen Anipolizm Sulam Zuszul. És természetesen nem írta a saját neve után, hogy rabbi, mert egy szerény ember volt, és nem akarta magát rabbinak nevezni. Még egy dolgot, ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot, ugye kiérződik a nyelvezetennek a szövegnek a finomsága, ennek a szövegnek a mívessége. Egy-két dolgot azért értemes belőle kiemelni. Ugye a történetet elmondtam, hogy miért fontos ez az 5 év kizárólagosság, vagy ma úgy mondanák, hogy copyright, ez az 5 éves copyright. És ugye azt mondja, a végén úgy zárja a sorait, hogy ki távú heti szakaszának a kedjén, ugye ez Mózes 5. könyvének az egyik heti szakasz, a ki távú heti szakasz, amikor azok a Tórából azt a részt olvassuk fel, amikor Mózes elmondja a zsidó népnek, hogyha nem fogják betartani Isten parancsolatait, akkor milyen átkok fognak jönni a zsidó népre. Úgyhogy mind a két rabbi nagyon jónak látta, a Mesulám Zuszul rabbi is, és a Jehuda Lév rabbi is, akik az ajánlásokat adták a Tánya című könyvhez, mind a ketten nagyon fontosnak tartották, hogy éppen ennek a heti szakasznak a hetén adják oda az ajánlásukat, és azt írja, ugye, hogy ahogy keddi napon Isten kétszer is látta, hogy ez jó. Ugye a világ teremtésénél minden nap az van írva, és lett este, és látta Isten, hogy amit teremtett, az jó, és lett este, és lett reggel, első nap. És látta hogy Isten, hogy ez jó, és lett este, és lett reggel, második nap, stb. És a harmadik napon, az kedden van, ugye mert első nap az vasárnap, ugye a Sabbát az utolsó nap, az a 7. nap, a zsidó számítás szerint, tehát első nap vasárnap, második nap hétfő, harmadik nap kedd, ugye a teremtés harmadik napja, az a keddi nap, ott kétszer is van írva, hogy látta Isten, hogy ez jó. Ott kétszer is van írva, ezért a zsidó hagyományban, a rabbinikus hagyományban a kedd az egy szerencsés nap, mert ott kétszer is van írva, hogy látta Isten, hogy ez jó, úgyhogy a harmadik nap a kedd az egy szerencsés nap, ezt jó, hogyha észben tartjuk azoknak, akik egy kicsit esetleg babonások, hogy a kedd az egy szerencsés nap a héten, természetesen minden nap szerencsés, természetesen azok a napok lesznek szerencsések, amelyeket szerencsessé teszünk mi magunk, de azért mégiscsak jó tudni, hogy a kedden ott kétszer is van írva, hogy látta Isten. Oké, ez volt tehát az Anipolim Sulam Zuszul rabbi ajánlása. A következő a híres rabbi és haszid, a szent életű istenfélő ember, tanítónk és mesterünk, Jehuda Lépha Kohén rabbi ajánlása pedig a következő. Az ember bölcsessége megvilágítja a föld színét.
Amikor az ember látja a szerző, a rabbi, és az igaz tudós, a zseni, ennek az istenfélő szent és tiszta, jámbor és alázatos embernek a kézírását, akinek rejtett képességei már régen feltárultak, vagyis az ellenkezőire irányuló erőfeszítései ellenére, amikor a bölcsesség székében ült urunkkal, mesterünkkel és tanítónkkal, a világ gáonjával, azaz a Mezericsi Mágiddal, aki a Tóra kinyilatkozhatott aspektusainak világhírű, valamint a haszid gondolkodás legfőbb szaktekintélye volt, és vizet merített az élő vizek kútjából. Ez pedig a Mezericsi Mágid fiára. Most Izrael örülni fog szent szavai kinyilatkoztatásának, mert a Tanyában a Baal Shem Tov tanításai világos szellemi kifejezést találnak, amelyet azért állítottak össze, hogy a nyomtatásra előkészítve megtanítsák Isten népét a szentség útjaira, amint azt bárki érzékelheti a szerző szavainak mély jelentését. Ami közismert, annak nincs szüksége bizonyításra, így hát a Tanya tulajdonképpen nem szorulna jóváhagyásra, ha csak attól való félelem miatt nem, hogy kár ne érje a nyomdászokat. Ezennel határozottan figyelmeztetek mindenkit, hogy senki ne emelje fel a kezét vagy a lábát, hogy engedély nélkül kinyomtassa a Tanyát az alábbi dokumentumtól számított 5 évig. Legyen áldott minden jóval az, aki megfogadja szavaimat. Ezek annak a szavai, aki a Tóra dicsőségére szól, ma, kedden, a kitávó heti szakaszának kedjén, a 6. évezred 556. évében aláírás Jehuda Leib, ha Kohén rabbi. Ez tehát a másik ajánlás. És még azt hiszem, hogy talán érdemes a harmadik ajánlást is megismertetni, vagy a harmadik ajánlást is átbeszélni. Ez talán egy kicsit lehet, hogy mármint amellett, hogy mindjárt tüsszögni fogok, szóval amellett, hogy nagyon érdekes, kortörténeti dolog, vagy dokumentum, amellett azt gondolom, hogy fontos, hogy megértsük ennek a könyvnek a miben létét, és fel fogom olvasni még a fordítását, az Alter Rebbe 3 fiának az ajánlását a Tanya című könyvhöz. Ők voltak azok, akik aztán később gondoskodtak arról, hogy ez a könyv az eredeti kézirata és a pontos, precíz kézirata az jó kezekbe legyen. Ugye az áldott emlékű szerző, akinek lelke az Édenben van, fiainak, rabbiknak ajánlása. Mely alapján úgy döntöttünk, hogy engedélyt és felhatalmazást adunk arra, hogy egy könyvet nyomtatásba adjuk, hogy Izrael fiai emlékül lehessen, mint az egyenesség és az igazság írott művei, az élő Isten szava, haszid irodalmat nevezik, amelyben urunk, atyánk, mesterünk és tanítónk, az áldott emlékű Sneur Rabbi személyesen saját szent kezével, saját szent szavaival jegyzett le, és amelyek szavai mind olyanok, mint az égő parázs, amely lángra lobbantja az emberek szívét, ahogy közel hozza őket mennyei atyánkhoz. Ezek a beszédek az Igeret HaKodes, az a Szent Levelek gyűjtőcímet viselik, mivel többnyire levelek, amelyeket Szent Rabbi küldött, hogy megtanítsa Isten népét az útra, amelyen járnunk kell, és a cselekedetre, amelyet meg kell tenniük. Az út kétségkívül az ember saját maga általi tökéletesítésének haszid módozataira utal, azokra a levelekre, amelyek útmutatást nyújtanak az Isten iránti szeretet és félelem eléréséhez, valamint Isten megfelelő szolgálatához az ima és a Tóra tanulmányozása révén, míg a cselekedet a jótékonysággal és hasonlókkal foglalkozó inspiráló levelekre utal. Miután atyánk több helyen is hivatkozott a Sefer Likutei Amarim című könyvére, azaz a Válogatott mondások című könyvére, a Tanyára, és mivel a Tóra szavai az egyik helyen szűkszavak, a másikon bőségesek, így az Igeret HaKodes egyes témái a Likutei Amarimban bőven kilettek fejtve és fordítva, különösen azért, mert az Igeret HaKodes több új, a Likutei Amarimra vonatkozó témát vezet be egy Kuntres Achron, azaz utolsó füzet formájában bizonyos fejezetekről, amelyeket akkor írt, amikor a Sefer Likutei Amarimot megírta. Itt arról beszélnek az Alter Rebbe fiai, hogy a Tanya című könyv az több részből áll, szám szerint 5 részből, az első és legnagyobb rész a Likutei Amarim, utána a következő rész, a második rész, amely a Likutei Amarim, tehát a válogatott gyűjtemények között után szerepel, az a Shaar HaYichud VeAmunah, az Egység és a Hit kapuja című rész, ez egy következő munkája volt az Alter Rebbének. A harmadik munka az Igeret HaTshuva, a megtérés levele,
ez a harmadik része a tárgyának, utána következik az Igeret HaKodesh, a Szent Levelek, és ezt követi a Kuntres Achron, azaz az utolsó füzet című rész, és a fiúk, a három rabbi arról beszél, hogy valójában ez az öt könyv, ez az öt rész, ez ő általuk lett összefűzve, ez eredetileg nem egy könyvben szerepel. A Kuntres Achron, a Zohar, az Etz Chaim és a Pri Etz Chaim című könyvek egymásnak ellentmondani látszó passzusainak mély vitáiból és meglátásaiból áll, amelyeket Sneur Zalman Rabbi az ő megértő szellemében, a szerző minden egyes passzust a Likutei Marimban kifejtett összefüggések szerint old meg, így az Igeret HaKodesh ezen része minden bizonnyal közvetlenül kapcsolódik a Likutei Marimhoz. Ennek megfelelően úgy ítéltük meg, hogy megfelelő szentéletű úrunk, atyánk, tanítónk és mesterünk az Igeret HaKodesh-ben található értekezését összekapcsolni a Sefer Likutei Marim és az Igeret HaTshuvah című munkákkal, és együtt kinyomtatni azokat. Ezzel nagy kerítést, azaz védőgátat vonva, hogy elkerüljük a rabbi kiátkozását, mely ellen nincs orvosság, hogy senki ne emelje fel a kezét arra, hogy ezeket a beszédeket jelenlegi formájukban, azaz a Likutei Marimmal együtt, vagy egyiket a másik nélkül kinyomtassa, az alábbi dátumtól számított 5 évig. Az alábbiakat azonban fontos tudomásul venni. Nagy szerencsétlenségünkre Sneur Zalman Rabbi saját szent keze által írt kéziratok, amelyeket nagy pontossággal, egyetlen fölösleges vagy hiányzó betű nélkül állított össze, elkallódtak. A bőséges anyagból csak ez a kis számú írás maradt meg, amelyet a tanítványok között elterjedt másolatokból gyűjtöttünk össze egyenként. Ha tehát hibát fedeznénk fel, mert ugyan ki tudja elkerülni a hibákat, a nyilvánvaló hibákat írói elszólásból eredőnek fogjuk azonosítani, azonban a jelentés így is világos lesz. Ma a hét 5. napja csütörtök, ilyen hónap 22-e, a 6. évezred 574. évében. A fentieket kijelentette Dovber, uram, apám, tanítom és mesterem fia, Gaon és Hasszid, Izrael szentje, tanítónk és mesterünk Sneur Zalman, az áldott emlékű, akinek a lelke az égrejtett kincsestárában nyugszik. Kijelentette továbbá Chaim Avraham, uram, atyám, apám, tanítom és mesterem fia, Gaon és Hasszid, tanítónk és mesterünk Sneur Zalman, legyen áldott a cádik emléke, akinek a lelke az égrejtett kincsestárában nyugszik, és kijelentette továbbá Moshe, uram, apám, tanítom és mesterem, a Gaon és Hasszid Sneur Zalman fia, az áldott emlékű, akinek lelke az ég rejtett kincsestáraiban nyugszik. Ez tehát a négy, vagy pontosan a három könyvhez tartozó előszó, kifolyam magam, mert ezzel így túl vagyunk ezeken az ajánlásokon. Azt gondoltam, hogy ezen mindenképpen érdemes túlesni, mielőtt bele fogunk kezdeni holnap a szerzőnek az előszavába. A szerző előszava már mély vízbe való ugrás lesz, ami a Hasid filozófiát illeti. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy bonyolult, nehéz koncepciókról lesz szó, de hát azért vagyunk itt, és azért adtok erőt a jelenlétetekkel nekem is. Én sem tanítottam még ezt, tanulni tanultam már többször, tanítani még nem tanítottam, úgyhogy nekem is egy jó lecke lesz. Úgyhogy Isten segít, együtt fogjuk ezt a könyvet áttanulmányozni, és megbeszélni a benne található bonyolult koncepciókat. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Ha van valakinek kérdés, akkor a holnapi beszélgetést igyekszem tényleg mindenképpen a kérdésekkel kezdeni. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó estét kívánok, tányára fel. Ki fogom találni annak a módját, itt ezen a Facebook oldalon, hogy amiket most felolvastam, mindig amiket lefordítok, és amit aznap tanulunk, azt kitegyem itt a Facebook oldalra, azt hiszem, hogy tudom is, hogy hogyan fogom ezt csinálni, hogy ez értelmezhető formában legyen, mert lábjegyzetek vannak, különböző betűméretek, az érdemes talán precízen látni, hogy a vastag betűvel szedett szöveg az a tényleges szöveg, a sima betűvel szedett szöveg az pedig az én beleillesztett magyarázatom, illetve a lábjegyzeteket majd számozással fogom megoldani. Szóval érdemes követni itt ezt a Facebook oldalt, légy szíves, lájkoljatok, kövessetek, holnap este 8-kor találkozunk, vigyázzatok magatokra és egymásra.